Dr. Pintér Ferenc nyugalmazott matematika tanár meghatározó szerepet tölt be a dunántúli tehetséggondozásban. Az Erdős Pál matematikai tehetséggondozó alapítója és szakmai vezetője. Hétvégi iskolákat szervez, ahová a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok is eljuthatnak. Pintér tanárat körülbelül negyed évszázadon nagyjából ismerem, azóta rengeteg sok mindent csinált, ami egy-egy embernek életműre is elegendő lenne. Mindig is azon volt, hogy lehetőséget nyújtani a vidéki gyerekeknek, ahogy kiszolgálja a gyerekeknek az érdekeit. Ez egy olyan odaadást igényel, amit kevesen tesznek meg. Én szeretek tanítani. Azt mondom, hogy a hobbim a tanítás, a középiskola mellett egyetem is tanítottam, és még tanítok is. Legfontosabbnak azt tartom, hogy a matematika órán érezze jól magát. Ne legyen feszélyezett, szeressen odajönni, legyen kis humor az órán, de ha kell, akkor koncentráljunk. Nyelvi tagozatos osztályban, ahol a matematika nyilván nem a kedvencük volt, de egy ilyen 16 fős csoportban 15-nek 5-ös volt a érettségére ment matematikából. Nem egy olyan tanítványom volt, aki nálam okosabb volt, akinek jobb ötletei voltak vagy valami, de neki is tudjak valami olyat mondani, amivel őt segítem. Edison mondta először, hogy 1% értelem 99% verejték. Bizonyos értelmi képességekkel rendelkezzék a diák, szorgalmas legyen. És én a harmadiknak ide teszem az alázatot, hogy így mondjam, nem nagyképűen állunk neki, mert abban nem lesz jó dolog. Aki ezekben nem alakul ki ez a hármasság vagy négyesség belőlük, akkor igazából nagy eredményre nem képesek. A sakkozói példát szoktam mondani, hogy nem véletlenül van, hogy egy nemzetközi mester, amit lát egy sakktáblában, a nagymester az ennél sokkal többet lát. Tehát itt is matematikában is ez van, lehet gyakorolni itt is, illetve a fantáziát elengedni. Egy betű az bármit jelenthet, csak mondjuk meg, hogy mi az.